Szóval akkor nagy örömmel adunk hírt arról, hogy örökös földön 3 év kitartó munka eredményeképpen elkészült a görög katolikus templom, melynek a szentelési ünnep sorozata kezdődik a ma este folyamán. 3 napig ünnepelünk, hiszen 3 évig készültünk is, és legfőképpen azért nagy öröm ez számunkra, mert egy nagyon komoly összefogás és nagyon sok áldozat, nagyon sok embernek a hozzáállása, a segítségén múlt ez az egész, egy közösségi ünnepe. Ma este már lesz az úgynevezett erekje elhelyezés. Második János Pál pápától kaptunk egy erekét a Vatikánból, aminek igazából azért van érdekessége, mert az alapkőletétel egybeesett az ő boldogávatásával, ezért a szenté avatásánál, amikor megtudtuk az időpontot, tudtuk, hogy ez lesz a templom szentelés időpontja. Bár akkor még a matematikai számítások szerint lehetetlennek tűnt, de hát úgy tűnik, hogy az égi közbenjáró az mindig túlmutat a matematikán, és így a szenté avatás kapcsán elkészült a templomunk is, meg lesz a szentelési szertartás is. A mai nap folyamán van az ereki elhelyezés, és holnap délelőtt pedig igazából a tényleges szentelés, az oltárnak a megkenése, a falak megkenése izsóvval, az szerint az ősi szertartás szerint, amit a görög katolikus egyházban lenni szokott. És harmadik nap az első liturgián pedig elültetjük azt a töltfát is, amit a Vadovicéből, az ottani polgármestertől kaptunk. Ugye Vadovice II. János Pál pápának a szülő városa, és ezzel is egyfajta lelki kötődés jelenik meg, hiszen a templomkertünkben így megjelenik az első szentnek a fája, fa, mint szimbólum, amely a jövőt mutatja, ami az egyháznak is a terve, hiszen egy templom szentelés az mindig a jövőnek az öröme.